Mit lehet tudni a török áramlat itteni építéséről, ugye a gázvezeték Bulgárián keresztül, Szerbián át Magyarország felé haladva szállítja majd a gázt. Itt Szerbiában ugye tudjuk, hogy érinti majd Óbecsét, adádzentát Magyar Kanizsát, Horgost, ezt a vonalat. Zentának miért is fontos az, hogy átmegy rajta a vezeték, és mit jelent ez a zentaiak számára? Az zentaiak számára azért fontos ez a gázvezeték, ugyanis, hogy ugye ez a negyedik fázis, és ezen a negyedik fázisnak a központja, tehát valójában véve a logisztikai központja zentán lesz. A kivitelező cégek az zentai önkormányzattól béreltek területeket, ahol ezt a lakónegyedet, tehát ez ilyen konténer típusú lakónegyedet fognak kiépíteni, ami már természet folyamatban van, ahol körülbelül szükség szerint 450-től 500 orosz munkás fog ott lakni, körülbelül majd egy évig. A másik területet, amit még az önkormányzat szintén bérbe adott a kivitelező cégnek, ez az elgáz az közvállalatnak az udvara, ahol pedig a csövek lélnének tárolva. Ezek a csövek tudni kell, hogy körülbelül 12 méter hosszúak, 1200 mm átmérőjek, és körülbelül darabonként 6 tonna súlyúak. Tehát ide az elgásznak az udvarában 8000 darab ilyen cső fog érkezni, ami végül is ennek a negyedik fázisnak, ami körülbelül 100 km tesz ki, annak a szükségletét fogja ellátni. És hogyha a munkásszállókhoz visszatérünk, hol lesz ez megtalálható zentán, és mi épül majd mellé, hiszen azok, akik itt fognak tartózkodni húzamosabb ideig, itt kellene, hogy kölcsönek, étkezzenek, és egyéb dolgok mi várható még? Ez a szállás, vagyis ez a telek, ez a mostani új hőerőművünk mellett épül ki az ipari parkunkban. Tehát nekik általában hogy meg vannak az a szálláshelyek, ugye ez, ez ilyen összkomfortos, tehát ezek a konténerek vaddi újak, tehát klímaberendezéssel ellátott. És ezek a konténerek, amikor a szállást építék fel, ez úgy lehet legjobban elképzelni, mint a légó kockával, amikor a gyerek játszik, és a ezt, ezt rakosgassák, és ez egy emeletnyi magasságban fog menni. Itten ugye nekik lesz orvosi rendelő is. Minden olyan dolog, ami egy ilyen helyen szükséges, és akkor tehát egy, egy összkomfortot biztosítson ezeknek a munkásoknak. Ennek a munkásszállónak az építéséhez honnan sikerült eszközöket teremteni ki az, aki finanszírozza mindezt? Végül is azt tudni kell, hogy az egész kivitelezést, ez a Szerbia Gáz és a Gazpromnak a két a Transgáz és az IDC vállalat, tehát ők finanszírozzák, ők a kivitelezők is, az önkormányzatnak ők fizetik a bérleteket is, ezeké a teleki havi bérleteket. Én gondolom, hogy ők körülbelül olyan egy évig zentán fognak maradni. Zentán végül is és itt mindenkinek haszna lesz ebből, ebből a dologból elsősorban azért, hogy itt a kampnak a képítésében, meg az Elgász udvarános közel rendezésében ebben mind zéntai vállalatok vettek részt, akik csak bírtak, még akinek lehetőségük volt ezekre a munkálatokra. Mindazok mellett még zéntai munkásokat is vesznek a vállalatba. Ez a 450-500 ember, ez minden nap kell, hogy reggelizzen, ebédeljen, vacsorázzon, és átlagban véve, ahogy én az igazgatóval is beszéltem, a cég igazgatójával, hogy ez mindenhol úgy szokott lenni, hogy a terepi munkások körülbelül a fizetésüknek egy részét ott költik el, ahol vannak. Tehát őnek is vannak más szükségleteik is. Ez én szerintem jó fognak járni, mert erre már nagyon sok házat kibéreltek, panziót kibéreltek, hotelállátást, és mindaz mellett még az észrevehető az éttermek is jobban, tehát több a, több a vendég, de ezt majd még várjuk, mikor körülbelül én gondolom, hogy egy olyan nem egész egy hónap múlva, már a, a többi munkás is, tehát az a 450-500 munkási zentán fog tartózkodni. Mindazok mellett még ugye, meg kell, hogy azt mondjam, hogy a csövek zentára kikötőbe érkeznek, az entai kikötőbe, ott lesznek kipakolva, ott lesznek rögtön a helyszínen átvizsgálva, és akkor úgy mennek a telephelyre, és utána persze, persze szükség szerint ki a vezeték csinálásához. És ugye ezek nemzetközi munkálatok, tehát egy olyan projektum, ami nemzetközi szinten zajlik. Kellett-e valami különleges előírásnak megfelelni? Volt-e valami, ami miatt pont Zentát választották? Hogy is nézett ki ez? Végül is a Zenta azért lett válaszva, mert hogyha megnézzük, ezen a negyedik fázisnak mégiscsak való, akár hogy nézzük, Zenta a közepén van. De attól függetlenül még mindenféleképpen ennek egy indokoltó volt ugye a Zentán, hogy vám is létezik, meg van a kikötőnk is, tehát több olyan dolog is indokolt volt, amiért ez a, azok a kampésok, ez a telephely, hogy Zentára épül ki. Tudni kell, hogy tehát hegy től nyugatra fog menni a vezeték, és körülbelül én gondolom, hogy nem egész hónap, vagy hogy három hét múlva a cég trasszát is ki fogja jelölni, és akkor utána fognak indulni a munkálatokat. Azt kell tudni, hogy mind azok a földművesek, akiknek a mezőgazdasági parceláján fog menni ez a vezeték, ők írásban lettek értesítve erről, tehát tud mindenki róla. Végül is az állam ilyen részleges expropriáció, tehát részleges kisajátítást fog végezni mert ezek a csövek, ezek három méter mélyre lesznek letéve a föld alá, tehát utána a föld az természetesen továbbra is használható lesz. Ez azért is jó, hogy említettem, mert dél gazdák voltak azok, akik nem olyan régen arra hívták fel a figyelmet, hogy ők később kapták meg ezt a bizonyos levelet, de akkor ezek szerint Zentán is, illetve a környező helyeken mindenkit értesítettek, és gondolom, hogy a munkásoknak, akik jönnek Oroszországból, a környezet is megfelelő lesz, mert szerintem ők hozzá vannak szokva, és ugye szerbiai munkások is, akik kimennek Oroszországba dolgozni, arra szoktak panaszkodni, hogy általában a zord, és itt az időjárásra gondolok, körülmények között kell, hogy dolgozzanak. Hát ez nagyon érdekes és itt, ahogy beszélgettem ezek az orosz munkásokkal, meg a vezetőkkel, hát ők, mikor én említettem nekik, hogy mikor megkérdeztem, hogy a téli hónapokban hogy fognak itten dolgozni, hát ők egy kicsit úgy nevetgélve mondták, hogy hát ő nekik ez tavasz, amit mink itten télnek számítunk. Igen, azért is érdekes ez, hát nagyon köszönöm, hogy itt volt velünk, és ezt mind elmondta, és akkor várjuk majd az információkat, akkor is, hogyha ha majd minden munkás megérkezik, és egy év után természetesen azt is, hogy mi volt ennek a hozadéka, de ahogy elmondta szerintem Zenta, ezzel is vajdaság is csak nyerhet. Persze, hogy mindenféleképpen ugye az, az energiafüggetlenség egy országnak az nagyon komoly dolgot jelent, és hát végül is ennek a gázvezetéknek, tehát a Bolgáriától a magyar határig ennek végül is ez az értelme. Tehát ez egy állami érdek, és ez mindenki számára fontos.